mert így most már ugye ő neki nincs trempője, de ez már mindenféleképpen átüt egyet, ami elég. Leszedem az Ornithopter of Paradise-t, amit el is felejtettem, így főként elég, fel fogja szekkelni, hogy a Jahenny Indestructible-t kapjon. Csak azt nem tudom, hogy gyógyulni hogy fog. Ó, milyen jól jártam. Hát akkor megyünk ütni. És duplán meghal, kapott 10 poisont és mínusz 5-be is ütöttük. Sziasztok! A mai napon meg fogjuk nézni a fehér-fekete-zöld agrómat, amit én Netroy Apex of Death-re építettem. Ugye nekem a Godzilla skin van, meg én kifejezetten szeretem ezeket a lapokat. Ő egy 5 manáért 5x5-ös Cat Nightmare Beast, Death Touch Lifelink és egy Mutate képességgel. Ugye volt már itt a csatornán Mutate, de beszéljük is át, hogy mi pontosan ez a Mutate szabály. Ugye mutate-elni non-human creature-re lehet, tehát amikor ezt a lényt a mutate kosztjáért, ugye ennek 7 mana a mutate kosztja játszott ki, akkor egy non-human lényre teheted ezt a lapot. Vagyis eldöntöd, hogy a kártyát a másik lap alá vagy fölé rakod. Ez azért fontos, mert a fönti lapnak a neve és a statjai fognak számítani, viszont a képességek egybeolvadnak. Tehát például ezt egy 3x3-as lényre, hogyha ráteszed, akkor eldöntheted, hogy 5x5-ös legyen, vagy megtartsa a 3x3-at, de a képességei az mind a kettőnek élni fog. És általában ezeknek a lényeknek, hogyha mutate-eled, akkor van egy speciális képessége. Ez pedig, whenever this creature mutates, return any number of target creature cards with total power 10 or less from your graveyard to the battlefield. Azaz, amikor ő mutálódik, akkor bármennyi lényt visszavehetsz a graveyardból a battlefieldre, amiknek az összpowerje 10 vagy kevesebb. Ugye ideális, elhúzódó meccsekem, 7 manáért felmutételed és visszapakolja neked az asztalt, sok kis nyerő lappal. És hogy miért mondom ezt? Hát mert én toxikot játszok. Ugye ehhez beraktam azokat a toxik lapokat, amiket én kifejezetten szeretek, főleg azért, mert ugye a Poison Counterekből elég 10 és nem kell leütni a 25 HP-t, a Skrulls Hive-ot azért tettem ide a toxic lények közé, mert lényegében toxic lényeket gyárt. Úgyhogy itt vannak azok, amiket én így játszok, és ha már a főnökünk mutétel, akkor nem maradhatott ki, és a csatornám végre egy mutate decket is bemutatok, ami valamilyen szinten épít, sajnos teljes mutate decket nem lehet összerakni, mert mint látjátok, nincs olyan sok lény belőle, ötszínűben meg nem akartam összerakni, hogy most csak azért a kékből azt a 2-3 jó lapot, ami van, meg pirosból is azt a 2-t beletegyem, úgyhogy ezek talán a legjobb mutétes lapok, de nézzük, mit csinálnak, hogyha mutételnek. A zagott mamba, amikor mutétel, az ellenfél egy lényeg, -2/-2-t kap kör végéig. Glowstone Recluse. Ha ő mutétel, akkor kap 2 1/1-es kantert. Necropanther. Ha mutétel, akkor visszarakhatok egy 3 vagy kisebb mana költségű lényt a graveyardból a battlefieldre. Cubwarden. Ha ő mutétel, kapok 2 1/1-es lifelinges cicát. Insatiable Hemophage. Ha ő mutétel, akkor minden ellenfél sérül X-et, én pedig gyógyulok X-et, ahol X az a szám, ahányszor mutételt ez a lény. Tehát elsőre egy, utána 2-3. Dirgebat, ha ő mutétel, akkor destroyol egy creature-t vagy egy planeswalker-t. Gemraiser, ha ő mutétel, destroyol egy artifaktot vagy enchantmentet. Migratory Greedhorn, ha ő mutétel, keresetek egy basic-et a deckből és teppelve kirakhatom az asztalra. Boneyard Lurker, ha ő mutétel, egy permanens kártyát visszavehetek a graveyardból a kezembe. Cavern Whisperer, ha ő mutétel, minden ellenfelem eldob egy lapot. Auspicious Starix, ha ő mutétel, akkor elkezdem exile-olni a paklimat a tetejétől, addig, amíg X permanens nem exile-olok. Ezeket játékba rakhatom, a többi lap természetes ugye megy exile-ba, de ugye az X itt is annyi, ahányszor mutate-elődött a lény. Chittering Harvester,
Ha ő mutétel, az ellenfelünknek fel kell áldozni egy lényét. Szótasz Demolisher, ha ő mutétel, akkor destroyolhatok egy non-creature permanenst, tehát földet is. Kontrollere kap egy 3x3-as beastet, amivel azért el lehet lenni. De hogy ne csak a toxic lények legyenek, amikre lehet mutálni, betettem még olcsó 1-2 manás nem human lapokat, amikkel ugye lehet, és itt van ugye a lényeg, hogy gyűrű, nagyon erős a gyűrű, ha lehet valahogy próbáljátok meg behozni a játékba, úgyhogy bekerült a Two Creeper és Gollum Patient Plotter, akár mindkettőt vissza tudom venni a graveyardból is, tehát ugye megéri őket akár feláldozni, vagy blokkolással betenni valami elé, hogy meghaljanak, temtel minket a gyűrű, aztán visszatesszük őket a játékba, és ez így folytatódik. Ugye Felstinger és Giggs, aki a laphúzásért is felel. Nem csak non-human lények vannak, hanem Esper Sentinel, ugye nagyon jó, ha már csak egy lapot ad, akkor is megérte, Intrepid Adversary meg tudja buffolni az összes lényünket, ezzel elősegítve a minél gyorsabb ölésünket, valamint Thalia picit lassítja az ellenfelet, minket annyira nem, mi is játszunk non-creature lapokkal, de ki tudjuk gazdálkodni azt a plusz egy manát. Hát természetesen játszunk ugye leszedésekkel, ezekből is az általam legjobbaknak véltek kerültek be, valamint ugye itt is Claim the Precious gyűrű, nagyon erős, még egyszer mondom, ha lehet, használjátok ki. És ugye White Sun's Twilight, ami tömegírt, 7 manáért neked marad 5 toxic lényed, minden más lény leesik, valószínűleg a következő körben nyered is a játékot. Betettem 2 keresést, ugye a Diabolic Intent tud lényszekkeltetni, hogyha valakitől meg kell szabadulnod, mondjuk szeretnéd, hogy temteljen a gyűrű, akkor ugye mind a Two Creeper, mind Gollum feláldozható, Grim Tutor bármit keres, Arcane Signet az egyetlen ramp a deckben, és van pár egyéb lap, ugye a Sam's Desperate Rescue visszaad egy lapot a graveyardból a kezembe, és gyűrű. Shortcut to Mushrooms, egy enchantment, amikor enterel, a gyűrű megtemtel, és az end stepben, hogyha egy permanens, amit kontrollálsz, elhagyta a játékot, akkor egy 1/1-es counter tehetsz egy célpont lényedre. Kicsi pluszolás, Teferi's Protection, Basriket, Ajani, ő is tud visszavenni lényt graveyardból, ráadásul egyből a battlefieldre, Ajani Sleeper Agent, neki a -6-os ultia brutális, ugye emblemet ad, whenever you cast a creature or planeswalker spell, target opponents get 2 poison counter, tehát nem elég, hogy toxikusak a lények, amint kasztolod őket, már kap 2 poison countert az ellenfél. Liliana, lény tud adni, lény tud szekkeltetni, tud lapot adni, minden tud, amire szükség van. Vraska proliferál, meggyorsíthatja a poison countereket. Garruk, ugye tud destroyolni, és 2/2-es wolfokat ad, amikre lehet mutételni. Nissa, ugye ő imádom, plusz egyre ad egy Phyrexian horrort, lehet rá mutételni, és nagy. És ugye Agadim's Awakening, sok lapot is vissza tudok vele hozni a graveyardból, tehát szerintem őt is megéri itt játszani. Valamint ugye betettem az összes olyan földet, ami adja a színeket, és lehetőleg állva jön, tehát bent van az Indanta trióm is, de nyilván az a terv, hogy a lehető legtöbb álló földet tudjam kirakni minél hamarabb. Ha megnézzük a decket, akkor 38 plusz az Agadim's Awakening 39 földdel játszik, 36 lényjel, 25 nem lénylappal, 2,9-es átlag koszt, ami soknak tűnhet, de hogyha megnézzük, azért nagyon sok az olcsó lapunk, az az 1-2 drágább van, ami az elhúzódó játékokban segít. Ugye itt látszik, hogy 1-2-es és 3-asból van sok, és igazából ugye 17 4 vagy több manás lap van, ami egyenlő a 2 manások arányával, úgyhogy nem olyan vészes szerintem. De hát menjünk és nézzük meg, hogy igazam van-e. Mai első ellenfelünk Edgar Charmed Groom. Hát ugye, a 4 manás Edgar. Other Vampires you control get +1/+1, és hogyha meghal, akkor transformolhatni lehet Mark of Coffin-nál, ami pedig upkeep-be ad 1/1-es lifelinkes vampírokat, és hogyha 3 vagy
Ja, és kap egy Bloodline Countert, és hogyha három vagy több Bloodline Counter van rajta, akkor ugye vissza formolódik Edgar rá. Nincs fehérünk, de nem baj, mert van feketénk, és onnantól meg tudunk indulni. Mi kezdünk, és toxikkal tudunk menni. Úgyhogy nézzük, hogy lesz-e rá megoldása. Vagy a szokásos, megint bekressel a játék, mikor jól húzok. Nem baj, gyorsan vissza. Jó, ó, második. És így jó, mert van Woodland Cemetery-ünk. Ugye itt most nem láttátok, mert a játék megint crashelt egyet, újra be kellett lépnem. De húztunk egy földet, és ugye az ellenfél csak lerakott egy Malakir Mire-t. És már van lent két toxikus lényünk, az egyiket ha megöli, akkor proliferálunk. Nézzük, hogy mit kezd ezzel. Rampol. Hát úgy tűnik, hogy nem fél. Ah, két zöld kellett volna, és akkor még leszettük volna neki azt a szignetjét, lehet be is dobta volna. Nem baj, megyünk. Van egy leszedésünk. Hogyha Edgart rakná. Bár igazából, hogyha csak egy lényt rak, akkor azt lelőjük. Gifted Aetherborn. Fabled Passage, az teppelt földet fog adni neki. Hát akkor mi leszedjük a Gifted Aetherborn-t. És azért már 5 Poison Counter, ha leszedi a retet, 6 Poison Counter. Onnan már azért elég egyszerűen meg lehetne. Zöld manát kéne húznom, és akkor nagyon jó lenne. Úgyhogy drukkoljunk, hogy zöld manát húzzunk. Akkor ugye tud jönni. És ott a zöld mana. Pay to life, és akkor a Gem Razor mutálódik, és le fogja szedni az Arcane Signetet. És lehet, hogy kedves ellenfelünknek ennyi is volt. Még nem, még bírja. Jahenni. Hésztes. És támad vele. Ezt nevezem. Hát akkor megyünk. Igazából támadhat. Tehát következő körbe beütök, akkor hát nem mondom, hogy sok sikert neki. Ugye ez meg nem tud blokkolni. Kíváncsi vagyok, hogy a Jahenni megint támad-e. És... És ugye ennek most már trampölje is van. Nagyon jó. Hát... Lerakom Biollantét. 5x5 Death Touch Lifelink. Jó kis blokkoló. Mondjuk a levegőt nem tudja megblokkolni. De akkor mehet a Gem Razor meg a Blightbelly-ret. Be kell blokkolnia a Blightbelly-retet. Mert ha nem teszi, akkor vége. Indestructible-t kap kör végéig, és így fogja beblokkolni a retet. Nem, a Gem Razor... Na jó, ezt most nem értem. Ő is vált. Jó. Ugye itt a Gem Razornek nem szabad innentől ugye bemennie, hát nyilván azt az egyet fogjuk ugye proliferálni. 9 poisonom van, meg 5 HP-ban. Nincs könnyű dolga. Ugye a Gem Razort úgy kell kiblokkolnia, hogy
minimum 4 segget be kell elé tenni. Hát ez pedig ugye tud lőni instantba. Ki tudom lőni egy kisebb lényét. Na kíváncsi vagyok. Ornithopter of Paradise. És akkor ennyi. Hát ez így megvan. Így meg főkép. Mert így most már ugye ő neki nincs trempője, de ez már mindenféleképpen átüt egyet, ami elég. Leszedem az Ornithopter of Paradise-t, amit el is felejtettem, így főként elég. Fel fogja szekkelni, hogy a Jahenny Indestructible-t kapjon. Csak azt nem tudom, hogy gyógyulni hogy fog. Ó, milyen jól jártam. Hát akkor megyünk ütni. És duplán meghal, kapott 10 poisont és mínusz 5-be is ütöttük, úgyhogy ez, hát most nagyon rosszul érzem magam, nem szeretem az ilyen győzelmeket, de a győzelem mindig jó, úgyhogy megyünk is tovább. Következő ellenfelünk Essica, God of the Tree. Következő ellenfelünk Talia and the Gitrog Monster. Őt már ugye láttátok tőlem. Tessék. Zseniális kezdőkéz. Megint maligeneljünk. 2 zöldföldre. Ugye a háromszínű deckbe. Én ezt nem hiszem el. Én ezt nem akarom elhinni. Tehát komolyan mondom, srácok. 2 órája próbálok felvenni ide nektek értelmes videókat, ilyen kezeket kapok folyamatosan. Tessék! Tehát, hogy ez mi a tököm? Ez mi a tököm? 3 kurva földet nem bírok kézbe kapni. Következő ellenfelünk Sauron the Dark Lord. És amit az előbb láttatok, higgyétek el, ez folyamatosan így megy. Tehát nem egyszer-kétszer csinálja meg a játék. 10 meccsig egymás után le kell maligenelnem 3-ra, hogy kapjak 3 földet. Ez egy vicc! Csoda! Most meg... Azt hittem az ellenfél nem kezdi el. Mondjuk olcsó lényt megint nem húztam, mert miért kéne húznunk olcsó lényt? Mindegy. De legalább van színünk. Csak nem tudom, mit kezdek majd a Sauronnal. Szerencsére a Cold Steel Heartra volt egy leszedésünk. Amíg meg nem oldja az Annex Sentryt, ami szerintem most fog következni. Hát ugye fekete van a deckben, tehát mint gondoltam, egyből van rá egy leszedése. És ennyi, mert nincsen lényem. Tehát, hogy megint nem húztam lényt. Tehát ilyen, tehát 35 lény van a deckbe. 35 lény, az azt jelenti, hogy minden harmadik lapnak egy lénynek kéne lennie. 2-t húztam, 12 lapból. 4-et kellett volna, nézzük, hogy most jönni fog egy lény. Az ellenfél meg természetesen szétrampol, és nem tudok majd mit csinálni. Jó, szerencsénkre jött egy Skrelv. Arról szól ez az egész videózásom, hogy várok 3 perceket, hogy dróra dobjon a játék, majd várok 2 perceket, hogy lemaligenneljek 3-ra vagy 2-re, hogy már nem bír különböző színű földeket adni egy 3 színű deckbe. Következő ellenfelünk Admiral Beckett Brass. Viszonylag jó kéz. Egy teppelt föld, de úgy sincs elsőkörös játékunk.
Vagy ugye arról szól, hogy elkezdenék játszani, lerakok két lapot, az ellenfelem meg konszídel. És nem szeretném, hogy ti ezt lássátok a videókba. De egyszerűen nincs 10 órán felvenni egy videót. De tessék megint, 35 lény. Hol vannak a lényeim? Tehát mondjam el meg valaki, hogy hogy dolgozik ez a játék? Hogy kever ez a játék? Hol vannak a lényeim? Na tessék, egyből jön egy hésztes lénye. Ilyen nincsen! Ilyen a mesében nincsen, ez egy vicc! Ez egy vicc! 35 lény! 35 lény! És 50 lap a deckbe, 3 vagy az alatti mana. 50 lap. És erre mit látunk? Hogy nem húzok 3 vagy az alatti lapot. Nekem senki nem mondja, hogy ilyen van. Na, tessék, lény az megint nem jött, lény az teljesen luxus, hogy jöjjön. Következő ellenfelünk Gandalf the Grey. Ellenfelünk kezd, olcsó lényünk nincsen, nem fog maligenelni, mert van 3 földünk. Na végre! Egy olcsó lény. Mit tud a Gandalf? Whenever you cast an instant or... Ne vidd már el! Whenever you cast an instant or sorcery spell, choose one that hasn't been chosen. Ugye, tehát amikor instantot vagy sorcery-t castolsz, akkor választhatsz egyet. You may tap or untap target permanens. Ugye tappelni vagy untappelni tudsz egy target permanenst. Gandalf the Grey deal 3 damage to each opponent, Gandalf sebez 3-at minden ellenfélbe. Copy target instant or sorcery spell you control, you may choose new targets for the copy. Le tudja copyzni azt, amit kasztolta. Vagy Gandalfot a library tetejére lehet tenni. Hát akkor most lerakok egy venerated priestet, és megyünk támadni. Ellenfél nehogy bedobja, mint általában, mire felolvasok egy commandert a videóra, az ellenfél bedobja. Ezt is szeretem, hogy a Historic Brawl-ba semmi nem jár azért, hogyha csak simán concede-el az ellenfél. Nem gondolnak, hogy valaki streamelheti esetleg, és szeretné a nézőkkel megosztani, hogy mit tud a lapja. Na nézzük. Hát ott esélyes, hogy van valami leszedése. Ezt miért volt jó neki? Mindegy. Nem kérdezünk, csak megyünk és támadunk. Két poison counter már. És van leszedésünk. Egy tartalékolva. Ugye a Gix-re nincsen most 2 fekete manánk. A többire meg nincsen úgy összességében manánk. De legalább húztunk olcsó lényt. De nem vagyunk elég gyorsak. Úgyhogy itt bármit tud az ellenfél. Mit dobott ki? Kidobott egy Saruman the White-ot. Galazet Prismari. Hát azonnal le is lőjük, az elég nagy lény. Ugye még mielőtt megadja a treasure-t, nehogy legyen egy manája valamilyen leszedés. Ez most nyugodtan jöhet teppelve. És
Sajnos nem tudok semmit se kezdeni. Elküldhetném a Lair of the Hydra-t, de azért hagyom állva a földeket, hagyj így, hogy van még leszedés a kezünkbe, hogy ne tudjon azért annyi mindent. De hát nincsen. Mana kell ahhoz, hogy leszedésünk legyen. Ugye Vraskával Gandalfot Treasure-ré tudjuk alakítani. És nézzük, mit fog játszani. Ugye van Gandalfra manája. És, de most komolyan, tehát, hogy benne hagyom, mert egyszerűen nem lehet videót felvenni. Nem lehet. Most tényleg, hogy rakjon össze nektek az ember értelmesen anyagot ilyenekből? És ez megy. És ez megy, órákig ilyen videók vannak. Ebből hogy lehet quality contentet gyártani? Valaki magyarázza el nekem. De tényleg, ha lenne időm streamelném, és akkor élőben láthatnátok, hogy milyen fos lett ez a játék. De tényleg, tehát hogy nincs egy végigjátszott meccs, nem lehet értelmes contentet gyártani, ideig fajult a Magic the Gathering. Ennyit ér az egész aréna. Következő ellenfelünk Kinnan, Bunder Prodigy. Gondolom ellenfél kezd, a szokásos kettő manánk kézben. Maligen, kaptunk kettő manát kézbe, úgyhogy Maligen. És még mindig kettő mana, úgyhogy megnézzük. Maligen 5-re, végre van 3 manánk, úgyhogy megtartom az 5 lapot. És ezek lesznek, megnézzük, hogy mire megyünk. Az 5 lapos kezdésünkkel, a combo deck ellen. De tényleg, tehát, hogy tessék. Nyilván az ellenfél rampol, mindene kijön. Én meg annyit tudok csinálni, hogy le kellett maligenelnem 5-re, hogy 3 földem legyen a 39 földes deck. Tehát 39, nem 40, 39, és teljesen meghűl az algoritmus. Ez egy vicc. Tehát, hogy nem lehet építeni ideális deckeket, mert ha nem 40 földdel játszol, akkor az algoritmus meghűl, és nem tudsz értelmesen húzni. Na most már megvan neki a kék manája, meg húzott is egyet, úgyhogy jön a Kinnan. És akkor most ki fog tudni pakolni. Ugye semmim nincs. Már alapból 2 lap hátrányból indultunk. És csak földeket fogok húzni. De elmegyünk a Knight of the Ebon Legion-nel támadni. Megadjuk neki a 3x3-ot, hogy kapjon countert. És akkor megvárjuk, hogy a Kinnan mit kombózik ki. Tehát megint 5-re lemaligeneltem, és csak földet fogok húzni innentől. Na, kifizeti? Vajon? Kifizeti, nyilván kifizeti. Hát mindenre van, mindenre is van manája. És így egy torn mamutot tud letenni, tehát gyerekek. Tehát nézzétek meg, tehát full esélyte, tehát teljesen esélytelen vagyok. De tényleg, tehát 5-re kellett maligenelnem, hogy legyen 3 földem. Az ellenfél a 4. körbe 7 manás lapot játszik. Én meg húzok földeket. Tehát ez szerintetek így egy értelmes, normális játék? Menjünk tovább. Következő ellenfelünk Old Rutstein. Tessék, nézzük, hogy itt mi lesz. 3 fekete föld a kezdőkézben. Ami még jó is lehet. Úgyhogy megtartom, de megint az ellenfelünk kezd. És nézzük, hogy húzunk-e a másik két színből valamit. 3 fekete, tehát 3 ugyanolyan színű föld egy 3 színű deckben.
Nézzük! Na, tessék! Két földet lerak, majd van nála egy keresés, amire bármit elő tud húzni. Egyelőre nem ideálisan húzott. Nem húzott sokkal jobban, mint én. Van, lenne leszedésem, ha lenne fehér manám. És most folyamatában vágás lesz közte, hogy a menüt ne lássátok, de ezek egymást követő meccsek. Csak hogy lássátok, hogy... Miből állnak a mindennapjaim, amikor leülök arénázni? Úgyis mindig mindenki azt mondja, hogy... Biztos beképzelem, hogy olyan rosszul jönnek a lapok. Így van. Tessék, gyerekek, nézzétek! Nézzük, mennyire jönnek rosszul a lapok, és mennyire tud ideálisat az ellenfél. Ugye most kikereste valószínűleg a lapját, ami jó ellenem. Ugye valószínűleg a Realmbreaker-t, amire nyilván ugye nincs megoldásom. Oké. Egy földet kivett, három föld a dektetőn, és az egyik fehér volt. Bocsánat. Azt hittem, hogy nem lett volna benne szím. De három föld a dektetőm. Nem az, hogy véletlenszerűen, nem. Három föld. És akkor húzzunk egy földet. Mert ugye ilyenkor az szokott lenni. Ó, nem. Csoda. Mondjuk fehérem még mindig nincs. Megyünk és ütünk. Nincs nagy mana előnye. 7 manánál ő kezdettet. Jött egy Shield Red. Mondjuk szerencsére ez pont le tudom szedni. Na, föld. Fehér manám még mindig nincsen. Tehát megyünk támadni. Emlékezzetek vissza a legelejére. 3 fekete mana. Na. Each player mills 10 cards. For each player choose a creature or planeswalker card in that player's graveyard. Put those cards on the battlefield under your control. That each creature you control becomes a Phyrexian in addition to its other types. Jó, milleltünk 10-et. Kiment. 0 darab fehér mana. Sőt, 1 darab mana, tehát ezt nézzétek meg, nincs fehér, tehát nem húzok fehéret ennyi ideig, hogyha ez ott marad. Így van, megjött a leszedése, megjött a Shield Redje, megint semmi esélyem nincsen. Farkast kér, ez meglepő. Így van. Szekkelnem kell egy lényt, ami mondjuk nem olyan rossz, mert a gollam, és akkor lesz egy gyűrű hordozóm. És... Hát... Az a baj, hogy le kell szednem a Shield Redet. Két farkas nem tud megölni, és oda kell mennem támadni. Mondjuk igen, így meg lesz neki a hatja, ugye a saját planeswalkeremmel öl meg, mert neki volt rá manája. Én még mindig nem húztam fehéret.
és konkrétan a felső 73, bocsánat, a felső 27 lapomba egy fehér mana. De gondolom ez teljesen igazságos, teljesen jól működik, hogy ez a hatodik meccs egymás után, vagy hatodik játék egymás után, ahol így nem tudok értelmeset húzni. És innentől megint esélytelen vagyok. Az ellenfél letett 80 lényt. A saját planeswalkeremmel megöl. És nem sikerült fehér manát húznunk, de húzom a fehér lapokat, úgyhogy ezt a meccset is gyorsan lezárom. Menjünk a következőre. És akkor folytassuk a szenvedést, következő ellenfelünk a saja, Soul of the Wild. Nézzük, hogy milyen kezdőkezünk van. Kettő föld. Maligem. Három föld, amiben nincsen megfelelő szín. Nem tudunk kirakni semmit belőlük. Úgyhogy maligen lesz. Valamint hol vannak az olcsó lapok. Egyetlen egy, ami három mana alatti. Maligen. Tessék, vagy ilyen meccsek vannak. Következő ellenfelünk Jethmyr, Nexus of Revels. Természetesen az ellenfelünk kezd, mert agróval játszik, viszont majdnem húztunk álló fekete manát, hogy az első körbe tudjunk valamit kirakni. Nem baj. A semminél jobb. Megnézzük az ellenfél mennyire húz jól. Na hát az sem álló fekete mana. Tessék, gyártsák kontentet! Gyártsák kontentet! Következő ellenfelünk, The Gitrog Monster. Hát, csoda. Zöld mana nem lesz, de... talán nem rossz. Na, van zöld mana is, úgyhogy Forsaken Sanctuary-vel tudunk kezdeni. Amit csak nem cseréltem ki itt a videóra, hogy ne változzon a decklist, de fogalmam sincs miért van benne. Hát Gyureszel, egyetlen egy lapot tudsz kidobatni, nem mondom, hogy örülök neki. De ez van. Na nézzük. Meddig maradnak életbe a lényeink? Pilfer, nagyon jó. Most eldobatja a Contaminator-t. Az a baj, most nem akarom kirakni. Hát, rakjuk ki. Húzza el magát. Toxic Lane most többet ér. Na és akkor reméljük a harmadik körben is lesz egy dobatása, ugye első körben dobatott, második körben dobatott, harmadik körben sikerül dobatnia. Nem van egy leszedése. Egy kör túlélt, be tudott ütni. Grizzly Salvage-el kézbe vesz egy Command Tower-t. Jó. Most ezt nem kell állva, de le tudunk tenni egy lényt. Szerencsére, hogy a keze. Úgyhogy a Gitrog Monsternél megvárjuk, hogy pakoljon még le földet. Nincs több neki, akkor leszedjük. Fabled Passage, és akkor dobatunk tőle. Dobatunk tőle. Jó, elmegyünk ütni. És zöld földet kell keresni, ha jól látom. Majd, csak hogy legyen mindenből dupla.
Na, hát erre is van leszedése. A Binding the Old Gods, amit most húzott fel, ha jól láttam. Nem zavaró. Legalább kapunk egy 1/1-es smite-ot, és az ellenfél bedobta. Ez is egy zseniális meccs volt. Nagyon sokat hozzátett ahhoz az élményhez, amit ez a deck tudna nyújtani, vagy ez a videó. Úgyhogy haladunk tovább. És akkor mai utolsó ellenfelünk Ayara, First of Locked Vein, és csak, hogy tudjátok, hogy mi történt az előbb. Bármit kijátszottam, mindenre volt megoldása, ezért bedobta. Van 3 földünk, igaz, zöldünk nincsen, de nem kell, a kéz alapján, úgyhogy ezt meg fogjuk tartani, és az ellenfelünk kezd. Tehát, mondom, mindenünket le tudta szedni, mégis úgy gondolta, hogy ő bedobja, nem ér neki ennyit ez a játék, hát... Akkor dobja, most erre nem tudok mit mondani. Tényleg néha nem értem. Ezt az egészet, ami... Menjünk támadni. Nézzük, beleteszi az 1/1-be a 3/2-t. Nem. Feláldoztatjuk. És nem kell az. Black Market Connection. Ez tökéletes. Akkor leteszek egy 2 Creepert. És akkor megyünk támadni. Fog kérni Treasure-t. Mindent kér. Igaza van. Jól élünk. És most ugye az a kérdés, hogy húzni fogunk-e 4.-5. földet. 3 földes kézzel kezdtük el. Egyelőre nem úgy tűnik. De legalább ebből tudunk csinálni egy 3/3-at. Amit sajnos leüt a shapeshifter. Úgyhogy egyelőre nem. Lehet, le kellett tenni a zagot mambát és azzal leszedni, de nem, mert most megint bekér mindent. Ó, nem, most nem kért shapeshiftert. Nagyon jó. Elég jó húzás. Legalább lelőtte a 2 Creepert. Megvan a gyűrű hordozónk. Ugye ez hexproofot tud adni. Azzal sokra nem megyek. Protection jobb lenne, és akkor Braids fel fogja áldozni a tokentet, nekem fel kell áldozni a lényemet. Úgyhogy akkor inkább beleállunk. Majd már valahogy megpróbáljuk visszahozni. Már csak földet kéne húzni. Megmondjuk egy zöld manát, de így hagyjuk is, tehát ilyenekkel nem foglalkozunk. Már régóta. Ez ma egy ilyen videó, hogy lássátok. Tessék. Ez a mindennapi élet a Magic the Gathering arénán. Az aréna igaz arca. Na, ott ramp. Úgyis fel kell áldoznom, és letesz valamit, amit majd beáldoz a Braidsnek. De nyilván mindenki kurva jól tud húzni, csak én nem.
Hol van a negyedik mana? 39 föld. Még nem is az, hogy direkt levettem. Tehát... Ha élőbe kártyázok, vannak 34 földes dekéim, amik működnek. Aréna nem tud. Aréna nem tud működni a 42 földes deck. Mert nem 40-nel játszol, és teljesen meghűíti az algoritmust. Próbáltam, játszottam 42 földet, manát haltam. 42 földnél folyamatosan manát halni. Teljesen vicc. Tessék, most nincs 40, 39 van. Manát halok, vagy csak földet húzok. Ez a kétfajta játék van. Vagy az ellenfelem bedobja. Vagy gondolkozik 10 percet, hogy eldöntse, mit akar csinálni a kör végén. Nem tudja? Tehát ebben a... olyan sok mindenen kell gondolkozni ebben a helyzetben? De tényleg, tehát most olvassa el a lapot, hogy mit csinál, és folyamatosan ez megy. Lesz valami? Ha-hó! Mondjuk neki, hogy jöjjön, mert én ezt most nem tudom felfogni, hogy ezen mit kell ennyit gondolkodni. Nem baj, várjuk ki. Várjuk ki, amíg kitalálja, hogy leszedje azt az egy lapomat a Braid-zel, vagy ne, mert amúgy is fölösleges, mert nem csinál semmit. Ha tudom jutételni nagy nehezen, akkor az Ulaport Katrótot le tudja szedni. Vagy ugye ez történik, hogy így eltűnnek az emberek meccs közbe, elmegy 10-15 perc az életedből azért, lesz egy vined a végén, de ez nem játék. Ez semmi értelme. Tehát ez így szerintetek jól van? Ezt így lehet élvezni? Két perce nem csinálunk semmit. Két perce ülünk, és várjuk, hogy az ellenfél kitaláljon valamit, lehet, hogy már el is ment. De nem, nincs ilyen, hogy kilépek, nem, tessék. Mintha mi se történt volna. Nyilván én még mindig nem tudok semmit se játszani, mert olyan lemaradásban vagyok földügyileg. Most megint várunk egy percet, mire történik valami. És akkor így megy el az ember ide, az ember életéből egy csomó idő. Várok több mint egy percet, két percet, hogy kapjak egy ellenfelet. Aztán próbálok játszani egy értelmes meccset, ami nem 3 vagy 4 perces, mert bedobja az ellenfelem, vagy akár még az első kijátszott lapom után bedobja. Aztán, hogyha lehet, hogy egy értelmes meccs lenne, bekressel a játék és kidob. Érdekes, mert semmi más nem csinálja a gépemen, és amikor ez történik, semmi, nincs leterhelve a gépem. Vagy ez történik, hogy ülök 5 percet fölöslegesen, és az ellenfelem bedobja. Mármint eltűnik. Érdekes módon játszik, és így eltűnik. Velem soha nem történt ilyen. Miért nem lehet riportolni ezeket a játékosokat? Én értem, most egy nyerő helyzetet itt hagyott, de ez szerintetek, ez így, ennek így van értelme? Konkrétan most ebben az utolsó játékban 5 perc azzal telt el, hogy vártunk az ellenfélre, hogy leteljen a timeoutja, és kidobja őt a játék. Úgyhogy elnézést ezért a videóért, nincs idegzetem, hogy ebből még 4 órát beleölve próbáljak olyan meccseket összevágni, amit értelmes, és van benne tartalom. Úgyhogy itt van, a deck semennyire nem tudott működni, semmit nem húztam fel belőle, ne próbáljátok ki, mert nincs kitesztelve. Ez van folyamatosan az elmúlt 2 hétben, nem tudok mit csinálni, nem tudok értelmes videókat gyártani, mert az ellenfelek bedobják, nem bírok 3 színből 3-at felhúzni, 2 földnél többet húzni kezdőkézre. Megértem, hogyha nem fog tetszeni ez a videó, nem kell lájkolni, ha mégis tetszene, akkor azért dobjál rá egyet, ha meg tetszik, amit csináltam, és nem az arénának az igazi arca, akkor iratkozz fel a csatornára, nekem nagyon sokat számít,
Ha meglátásod van, dobj egy kommentet. Szintén nagyon jól esik, hogyha olvasok kommentet a videóim alatt. Mára pedig köszönöm. Sziasztok!